Pénzeső hullik Miskolcra, korábban tervezetnél jóval többet fordít a kormányzat a diósgyőri futballstadion újjáépítésére, miután a város kiemelt gazdaságfejlesztési övezet lett, így az NB1-ben hasító csapat arénájának átépítésére 4,5 milliárdos költségvetést biztosít az állam. A beruházás részleteiről érdeklődünk most Zsiga Marcell alpolgármester, országgyűlési képviselő a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Egy Dudás Hunor búcsúzó DVTK ügyvezetővel beszélgettem itt a múlt héten, és ő akkor már azt mondta, hogy nem ismerne annyi verzió után jósolni, hogy mikor és mennyiből lesz új stadion Diósgyőrben. Mióta vágynak erre az átépítésre? Hát köszönöm szépen a meghívást. És ugye a Digi Sportnak is köszönhető az, hogy ez a folyamat végső stádiumba ért, hiszen körülbelül másfél éve voltam itt egy képviselőtársammal, amikor azért lobbiztunk, hogy egy módosító indítványnak köszönhetően egy 500 milliárd forintos beruházást tudjunk megindítani Diósgyőrben. Aztán később a frakcióval, illetve a frakcióvezetéssel történt, illetve gazdasági potentátokkal történt egyeztetéseket követően abban állapodtunk meg, hogy egy picivel nagyobb pénzt fogunk kapni egy évvel később. Úgyhogy azt látjuk, hogy 2013 nyarára, őszére eldőlt az, hogy egy nagyon komoly 3,5 milliárd forintos tétel kerül be a 2014. évi, 2015. évi országos költségvetésben, és ezt végül is a múlt héten egy kormányülésen a kormány további 1 milliárd forinttal megtoldotta, így összességében 2014 és 2015 évben 4,5 milliárd forint áll majd rendelkezésre egy új, minden igényt kielégítő, azt is mondhatjuk, hogy akár többféle rendezvénynek vagy multifunkciós rendezvényeknek helyt adó teret adó stadionépítésre kerülhet sor. Ebben a lobbizási folyamatban sosem keseredett el egy pillanatra se, hogy nem nyilvánvaló az, hogy a Diósgyőrnek kellene lennie az elsőnek, vagy az egyik elsőnek, hogyha az ember megnézi, hogy mennyien vannak a lelátókon, hát akkor a Fradi mellett azért ott járnak a legtöbben futballmérkőzésre. Igen, köszönjük szépen a elismerést a miskolciak nevében, illetve a környékbeliek nevében, hiszen ez a nem csak Miskolcnak, hanem a megyének is a csapata. Valóban úgy érezték sokan, hogy akár türelmetlenek is lehetünk, de azért mi bíztunk úgymond a főnökeinkben és azokban az ígéretekben, amelyeket kaptunk tavaly nyáron, és akkor egy kicsit nyilván csalódásként érte meg az ember, hogyha ha a szurkolók egy része felől úgymond elégedetlenség ütötte fel a fejét, de mi azért biztosak voltunk képviselőtársammal az igazunkban, és nyilván folytattuk háttérben azokat az egyeztetéseket, amelyeknek valahol láttuk a végét, és örülünk annak, hogy nem csak ígérgetni tudtunk, meg nem csak ígérgetünk, hanem valóban le tudunk tenni valamit az asztalra, és hiszük azt, hogy közös örömet okozhatunk a miskolciaknak, illetve a térségben élőknek. Hány terv és hány határidő született eddig a különböző összegek és verziók miatt? Valahogy milyen is lesz, meg hogy épülhet át, milyen lehet ez új Igen, tehát én azt gondolom politikától függetlenül, hogy nyilván egy nagy beruházásnak az átfutási ideje akár ciklusokon keresztül is tarthat, és annak idején még 2001-ben született döntés arról, hogy kiépül a villanyvilágítás, ezt 2003-ra építették ki később, aztán elkezdték felújítani a tribünt, azon 2004-2005 környékén volt annak a megvalósítása, és 2009-ben készítettek egy tervet, aminek egy eleme valósult meg, ez az úgynevezett napos oldali látó a stadion keleti oldalán, és ez a terv, ez további moduloknak az építése ad lehetőséget, amely hasonló látó képítését teszi lehetővé. Ez a terv is rendelkezésre áll, készült egy másik terv is, a DVTK Club Managementje készítette, illetőleg a napokban járt pont a Diósgyőri stadionban egy tervező csapat, akik a Vidoton elleni mérkőzésen bejárták a stadiont, végignézték a lehetőségeket, és úgy gondolom, ők is elkezdtek egy komolyabb munkát, tehát a három tervből valamelyik fog megvalósulni. Három terv fog végül is versenyezni. Így van. Én a másodiknak, illetve a harmadiknak adok nagyobb esélyt, hogy megvalósulhat. Amit el lehet mondani már, hogy bármelyik terv valósul meg, de az meg lesz ebből a stadionba. Teljesen fedett lesz? Igen,
az bármilyen terv is. Befogadó képessége? Befogadó képességet olyan 15 és 20 ezer fő közé tervezzük. Amit nagyon-nagyon fontosnak tartok, az az, hogy a szurkolói csoportokkal egyeztettünk egy bő hónappal ezelőtt, és ott érdekes igények merültek fel. Mégpedig? Egészen egyszerűen azt kérték a szurkolók, hogy lenne egy-két olyan gondolatuk, amelyeket hasznos lenne beépíteni a stadion megvalósítása során. Például olyan pihenő szobáknak, vagy várakozó szobáknak, vagy váró szobáknak a kialakítását kérték, amikor ugye a szülők érkeznek a stadionba, hozzák a csemetéket utánpótlás csapatok edzéseire, és fölmerült például ez a probléma is, hogy nincsen olyan hely, ahol mondjuk azt a egy-másfél órás várakozást kultúrált, komfortos körülmények között meg tudják oldani, amíg a gyermeküknek az edzése tart. Hiszen a jelenlegi stadion erre nem tesz. Nem mondhatni szülőszobák. Csak más értelemben. Más értelemben, így van. Tehát ilyen lesz a Diós Győri stadionban, mert akkor elfogadja, akceptálják ezeket. Így van, és akkor elhatároztuk, hogy mindenféleképpen igyekszünk azoknak a szurkoló elvárásoknak is eleget tenni, hogy őket is bevonjuk valamilyen szinten a tervezési folyamatban, és azokat a elvárható ötleteket megvalósíthassuk, amelyek a szurkoló igények közül mondjuk egy stadion építéséhez felhasználhatóak. Például lesznek az ultráknak is ötletei, mert azokra a drukkerekre gondolok, akik most legutóbb bojkottot hirdettek a drapériák kitiltása miatt. De hát ezért mondjuk nem a klubvezetés azt mondja, hogy az MLS szabályait tartja csak be. Hát itt ebben a történetben nagyon sok ember mutogat másra, tehát a biztonsági őrök mutogatnak az ellenőrökre, a mérkőzésen mutogat a biztonsági őrökre. Én azt gondolom, hogy az ultrák azok egy olyan hangulatot tudnak teremteni bármilyen stadionban, akár Olaszországtól kezdve Lengyelországig, nyilván Magyarországon is. Gondoltunk nyilván az Újpestnek az ultráira, a Fradi ultrákra, a Diósgyőri ultrákra. Például az újpesti polgármester az folyamatosan bírálja a labdarúgó szövetséget, azért túl szigorúan, túl mereven értelmezi a szabályokat. Hát én azt gondolom, hogy nagyon sok labdarúgó szövetségi vezető járt már Diósgyőrben, akik abszolút elismerően nyilatkoztak az ott levő hangulatról, akár Csányi Sándort is említhetném, aki fantasztikusan érezte magát egy tavalyi mérkőzésen Diósgyőrben. Én azt gondolom, hogy a diósgyőri szurkolók mindig is partnerei voltak a labdarúgó szövetség által meghatározott normáknak, és folyamatosan egyeztettek a klubvezetéssel az iránt, hogy mit lehet, mit nem lehet. Én úgy gondolom, hogy itt egy-két ember elbeszélt talán egymás mellett, és ezért alakult ez a szerencsétlen helyzet. Reméljük, hogy közmegegyezésre sikerül minél hamarabb rendezni ezt az áldatlan állapotot. Na de visszatérve az új stadionra, a 4,5 milliárdos összeghez jön-e még valami, jönnek-e társasági adóforintok, tesz-e hozzá valamit a Miskolci önkormányzat? A 4,5 milliárdos összeg az egy címzett támogatás lesz, tehát ebből fog megvalósulni a stadionnak az építése és a beruházása. Reméljük, hogy valóban egy olyan stadion sikerül tervezni, amelynek a fenntartása is egy emberléptékű lesz, tehát ezt szem előtt szeretnénk tartani, hiszen minél jobban ki kell használnunk a létesítményt, és minél több rendezvényt kell oda mert vinni. Mert a tulajdonos és a fenntartó további 100%-ban a város az önkormányzat lesz. Tudunk-e arról már valamit, hogy mikor indulhatnak a munkálatok? Én gondolom, a tervezési folyamat alapján minél hamarabb ki kell választani azt a tervet, amelyet meg tudunk valósítani, és akkor remélem, hogy a tavasz folyamán minél hamarabb el tud kezdődni a munka. A pályát is át kell helyezni valószínűleg, tehát a pályatestet is el kell majd tolni, tehát ki kell tenni azt a ütemezést is, ami legkevésbé érinti a csapatnak a mérkőzéseinek a helyszínét, tehát hogy minél több mérkőzést tudjunk Diósgyőrben játszani, ne kelljen albérletbe vonulni. Albérletbe kell majd egyébként valamennyi időre vonulni? Talán nem. Még azt is meg lehet oldani, hogy nem? Reméljük. Na de ez hogyan? Igen. Majd hát a nyári időszakban esik ha a bontási munkákat meg tudjuk oldani abban az időszakban, amikor tart a tavaszi mérkőzés, illetve a tavaszi szezonnak a hátlevő mérkőzései, ugye a tavaszi szezon ugye már most is folyamatban igen, van, érdekes módon, és emellett a bontási munkátok, mert az alapozási munkátokat tudják végezni úgy, hogy a pályát ne érintsék a munkátok, akkor gondolom meg lehet ezt tovább. Hát az a nézőket fogja inkább érinteni, mint csak a pályát ebben a nehéz időszakban, majd nekik kell mértéktartónak lenniük. Kikerül a futópálya, ez egy klasszikus brit futballstadion lesz, igaz? Így van, hogy a hangulat az még tökéletesebb ilyen Diósgyőrben is. Mielőtt a szívükhöz kapnak az atléták, ők meg majd kapnak egy külön pályát. Így van, az atlétika pálya építésére szintén 350 millió forintot fogunk kapni az államtól. Ők is egy minden ez is Diósgyőrben lesz. Ez Miskolcon lesz Miskolcon megépítve. A helyszín kétesélyes,
hogy ezt mondhatnám, lehet, hogy a Miskolci Egyetem területén fog megvalósulni, hiszen az egyetemen a fiatalság számára egy abszolút egy ideális helyszín lenne, illetve itt is egy atlétika stadionról beszélhetünk, korszerű pályával, korszerű pályaszerkezettel, világítással, öltözőépülettel, lelátóval és téli futófolyosókkal. A futballstadionnak milyen lesz a nemzetközi FIFA besorolása? Mire lesz alkalmas, mire nem? Nemzetközi mérkőzések rendezésére alkalmas lesz, 3 csillagos stadionban gondolkodunk, illetőleg nagyon szeretnénk azt is, hogy majd nemzeti válogatott is tudjon mérkőzést játszani Diósgyőrben. Azt látok, hogy nem biztos, hogy nem kell a csapatnak elhagyni az otthonát, de úgy akarják megcsinálni, hogy ne kelljen egy meccsre se. Szeretnénk így megvalósítani. Ha el kéne mégis hagyni, akkor hova menne a csapat? Mezőkövesdre? Hát, hogyha ezt meg kell vizsgálnunk, tehát német a szurkolókkal is kell egyeztetni, hiszen volt arról szó esetleg, hogy ősszel, hogyha megkezdődött volna korábban a pályatestnek az építése, akkor Nyíregyházára, vagy Debrecenbe, vagy Mezőkövesdre kerüljön a csapat, hogy minél kevesebbet kell utazni, és hát itt volt bizonyos aggály a szurkolók szempontjából, hogy ne Nyíregyházára kelljen menni, de itt is nyilván a fogadó csapattal vagy fogadó helyszínnel is nyilván egyeztetni kell, hogy kinek mikor alkalmas esetlegesen egy ilyen költözés, de nyilván szeretnénk azt, hogy ne kelljen költöznünk. Utolsó utáni kérdésem, mert a végére értünk, egy határidőt, hogyha minden jól megy, akkor mikor avathatják a pályát? Szeretnénk már a következő bajnoki évben egy olyan pályán útnak indítani a labdát, ahol már látszanak az eredmények, de a teljes befejezési határidő az én véleményem szerint 2015 első fele lehet. És akkor 2015 tavaszán, ha minden jó, mert tavaszának végén lehet avató mérkőzés. Reméljük. Új nevű stadionban? Meg fogjuk kérdezni a szurkolókat. Ők fognak dönteni róla, hogy lesz a neve a stadionnak is. Biztos, hogy ötletelni fognak róla, így van. Alpolgármester, köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, és akkor jó munkát az építkezéshez. Köszönjük szépen.